Itt vagyunk a stúdióban, Trux Béla történelmi regényíróval, az Inquisitor, a templomos lovag, az Akkon ostroma szerzőjével, és arról szeretném kérdezni a miskolci regényírót, hogy honnan jött a történelmi regények iránti érdeklődése, a téma hogyan ragadta meg, és hát milyenek voltak a kezdetek íróként igazából? Ez egy összetett kérdés, ami összetett választ igényel. Gyerekkoromban én a képregényekkel kezdtem. Tehát én ezt szoktam is mondani a gyerekeknek, hogyha előadásokat tartok, vagy országszerte tartok előadásokat, olvasás népszerűsítő például. Szoktam is mondani a gyerekeknek, hogy a képregény az nem ördögtől való. Tehát én gyakorlatilag azon keresztül tanultam megolvasni, és abban az időben volt a Mozaik képregény sorozat, ilyen történelmi jellegű, három manó kalandozott gyakorlatilag az időben, a múltban, és rajtuk keresztül nagyon sok mindent megtudtam. Elkezdett érdekelni a történelem, aztán volt az Alfa magazin, ami azt hiszem az IPM-nek volt a gyerekmagazin verziója, és abban is rengeteg történelmi cikk volt, képregények, Asterix képregény például, és vikingektől kezdve a lovagokon át mindenféléről, Rómáról, hadseregről, életmódról, mindenről voltak benne cikkek. Én ezeket faltam, és gyakorlatilag egyre többet olvastam ilyen jellegű dolgot, és akkor úgy megindult bennem az, hogy most már komolyabb könyv, ezt is elolvasnám, arról is hallottam, hú, az biztos jó, elővettem egy-egy vastag könyvet, elkezdtem olvasni, rájöttem, hogy nem nekem való, de azért visszatértem egy idő után, és szóval így szépen felépült bennem, és hát ezzel együtt a témák miatt jött a történelem szeretete. És ha jól tudom, akkor a Diósgyőri vár is hatott azért Trux Béla történelem iránti fogékonyságára már egészen zsenge korában az íróra. Igen, mert gyakorlatilag az árnyékában nőttem fel Diósgyőrbe, nagyjából egy kilométerre a vártól, és egész hétvégéket ott csatangoltunk, meg iskola után is. És nem akarok hülyeséget mondani, hogy akkoriban ingyen látogathatták a gyerekek, vagy csak belógtunk. Szerintem ingyen látogathattuk, de amikor zárva volt, akkor is belógtunk. Most azóta ugye felépítették a Diósgyőri várat egész komolyan, és ahol én a térdig érő romok között szaladgáltam, ott most már egész hatalmas nagy termek vannak, nem is tudom, most Közép-Európa, vagy hogy is van pontosan, a legnagyobb lovak terme ennek a régiónak. És amikor így Béla beszökött, akkor gondolkodott rajta, hogy na most vajon igen, a lovagok, templomosok, Úgy néztem, hogy hú, hogy milyen érzés lehet innen, hogy ott állok, és akkor jönnek ott a völgyben a seregek, és hogy milyen hatása lehet egy emberre. Tehát ugye én átéltem, hogy mennyire betolnék, hogyha azt így láttam, hogy milliók így jönnek felém, én meg ott vagyok, és meg kéne védeni a várat. Tehát ez ugye gyerekként 6-8 éves korról beszélünk, tehát azért akkor a fantáziája meglódul az embernek, és akkor ezeknek a csirái, ezek ott is maradnak a személyiségbe, ami aztán vagy kibontakozik, vagy nem, hát esetemben igen. És egyébként miután lepörögtek ezek a történelmi mozik, így a Béla képzeletének a vetítővásznán, utána már ugye a történelmi regényekben kezdett gondolkodni, és egyébként is én úgy vettem észre, hogy mostanában nagyon népszerűek, tehát sokan olvasnak történelmi regényeket. Mi lehet az oka a felívelésnek ebben a műfajban? Tehát azért Umberto Ecótól is a Rózsa nevét szerintem sokan ismerik, vagy most eszembe jut Stephen Saylornak a Róma sorozata is, vagy 10-valahanyadik kötetnél tart most. A harmadik meg, ami eszembe jutott még, az a Bámornak a könyvei például. De említhetném a Trux Béla regényeket is, tehát sokan olvasnak történelmi könyveket. Mi lehet az oka, hogy most ilyen popkult lett a történelmi regény? Szerintem az a múlt rendszerbe az a hiány. Tehát nagyon-nagyon sokan vágytunk arra, hogy a történelmünket jobban megismerjük, hogy közelebb jöjjön hozzánk. Tehát abban az időben ugye, ha a történelmi regényről beszéltünk, akkor Gárdonyi Jókai, a kortárs írók meg mehettek a Delfin könyvekbe. Tehát az volt ez a szánalom díja a történelmi regényben gondolkozó íróknak. És hát azokat ugye rengetegen olvastuk, rengetegen olvasták a Delfin könyveket, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy azon nőttünk fel, és hát akkoriban új történelmi regény ezen kívül nem nagyon volt. Ott a rendszernek a sajátossága volt ez, és amikor ebből felszabadultunk, akkor gyakorlatilag akkor indultak meg ezek a
magyar írók, hát ők még elsősorban álnéven, mert hogy akkoriban én is emlékszem, hogy végigmentem a sétáló utcán, voltak ezek a kis könyves kioszkok mindenhol, mint a gomba szaporodtak a villamosvonal mentén, és akkor néztem, hogy magyar író, valami angol nevű író, nem ismerem, biztos jó. Tehát megvettem. Akkoriban azért többnyire fantasy, science fiction regényeket keresgéltem én is, és nagyon sok írótól hallom, hogy abban az időben a kiadó nem is engedte nekik, hogy magyar néven jelenjenek meg. Tehát mert álnéven... akkor mondván, hogy akkor nem lettek volna sikeresek. Igen. És abban az időben nem is lettek volna sikeresek, mert tényleg az volt, hogy na, egy kicsit felszabadultunk itt a szovjet uralom alól, és akkor jön a nyugat, és akkor hú, most áramlik be a minden, a csoda, meg a jóság, és tényleg az volt, hogy külföldi írókat kerestünk, mert eddig nem volt. Tehát jó, oké, volt, hogy Dűne, meg volt egy-két dolog, ami ide is bejött, de nem az volt a jellemző, és most nagyon sok olyan írótól hallom, akik akár történelmi regény zsánerbe, vagy bármi másba dolgoznak, hogy most meg már kifejezetten a magyar írókat keresik az olvasók, mert azt nézik, hogy jó, már rengeteg angol szász, meg egyéb szerzőtől olvastam, most már azért érdekelne azt, hogy a magyarok is mit tudnak. És tényleg az, hogy akiknek volt egy írói álnev, azok visszajöttek saját névem. Még így magamról még annyit mondanék, hogy az előző kérdéshez visszakanyarod egy kicsit, bocsánat, hogy amikor hazamentem a Diósgyőri várból, akkor apukám meg azzal fogadott, hogy van két hegyem, a Ben-Hurra megyünk, és mentünk. Szóval miért ilyen sikeres most a történelmi legény, Béla szerint? Gyakorlatilag abban az időben, amikor még a múlt rendszerben jártunk, akkor nem voltak új történelmi regények, nem volt rá lehetőség, nem volt megengedett, inkább így mondom. És amikor ez alól felszabadultunk, akkor nagyon sokan kezdtek történelmi regénybe gondolkozni, de így is eltelt szerintem egy olyan jó 10 év, amíg úgy igazán kiforta magát ez a dolog. Elsőként, ami olyan igazi történelmi regény volt, tehát Bán Mórnak a Hunyadi sorozatát lehet itt ugye említeni, számomra is az egyik legelső magyar történelmi regény magyar szerzőtől az a Hunyadi első kötete volt, de hát ott van aztán Fonyódi Tibort is említhetném, tehát elég sokan vagyunk. És amikor én elkezdtem írni az Akkon sorozatomat, a Templomos lovagot és az Akkon ostromát, akkor... nem is tudom, én 2003-4 körül kezdtem írni, de nem jelent meg csak 2012-ben. És ezzel, hát úgy álltam hozzá, hogy nem, a fene tudja. Majd erről nem még... volt Bélának határideje ezért. Igen, tehát nem is gondoltam, hogy ez valaha is meg fog jelenni, igen, a kutatómunka is nagyon sok időt elvett, de a lényeg ott van, hogy közben így elkezdtek megjelenni a történelmi regények, és amikor az enyém is kijött, szinte velem egy időben jött ki Csikász Lajos, Urbánszky László, nagyon sokan megjelentünk, Bíró Szabolcs, Benkő László, bármert neki is voltak korábban történelmi regény. És ha már itt tartunk, egy közbeiktatott kérdés eszembe jutott, hogy Bélának a most a kortárs regényírók, ugye most Bíró Szabolcsot is említette, Fonyódi Tibort is, hogy ki a kedvence Bélának most a jelenlegi kortárs történelem regényírók közül, ha létezik ilyen kedvenc? Nevet nem akarok mondani, mert szerintem mindegyikünknek van helye. Uh-huh. Tehát... mindenkinek más a stílusa, más a hangneme a regényben. Van, aki szárazabb, van, aki romantikusabb, van, aki tényszerűbben ír, van, aki egy kicsit színesebben ír, és ezeknek a stílusoknak mind megvan a maga olvasó közönsége. Úgyhogy ha én azt mondom, hogy lenne 3-4-5 író, akiknek azt mondanák, hogy figyelj, írjál már erről és erről az eseményről egy regényt, és megírnák, akkor mindegyiket ugyanúgy vennék, és ugyanazok az olvasók vinnék, mert hogy megvan az olvasói kör is. Nyilván azért vannak eseti olvasók is, akiknek valami miatt megtetszik egy regény, mert hallott róla, szép a borító, vagy a téma érdekli, de mindegyikünknek megvan a maga olvasótábora, ami azért egy ilyen jókora halmazmetszettel bír. És egyébként mitől lesz kimagaslóan jó egy történelmi regény? Tehát mi kell ahhoz, hogy tényleg lekösse az olvasót ugyanúgy, mint mondjuk egy 21. században játszódó thriller, vagy egy mostani, nagyon modern történet? Hát ez az, amire sem az írók, sem a kiadók nem tudnak válaszolni. Igen. Ugyanis ugyanattól az írótól a következő regény nem biztos, hogy sikeres, még akkor se, hogyha az előző bestseller volt. Ugyanabban a témában szintén előfordult, hogy az egyik sikeres, a másik nem. Erről szoktunk így magunk között írók, kiadók beszélgetni, és nincsen rá konkrét recept. A
Tudom, hogy Amerikában tartanak ilyen stúdiumokat, kurzusokat, hogy a sikeres regényírás, tehát hogy mik azok a feszültségnövelő eszközök, cliffhanger és így tovább. Tehát mivel lehet egy ilyen nagyon... Ez az, amit én nem szeretek. Tehát hogyha, ha felismerem a kliséket a regényben, akkor az nem biztos, hogy jó. Nem akarom, nem is, nem azért nem mondom, mert nem akarok nevet említeni, külföldi szerzőről van szó, egyszerűen nem emlékszem már a nevére, 20 éve olvastam, és hát egyszerűen felismertem ezeket a cliffhangeres húzásokat, felismertem azokat a dolgokat, hogy mit miért vezet fel, tudtam, hogy mi fog belőle következni. Túl kiszámítható volt, túl olyan, mint a 80-as éveknek a filmjei, amikor szinte minden egy forgatókönyv kapta fára épült fel, és nem mertek tőle elkanyarodni, mondjuk ennek is vannak anyagi okai is, hogy miért nem kanyarodtak el, meg azért ez egy működő rendszer, de amikor minden erre épül fel, az nem működik. És írásban, tehát íróként, ha nincs meg az emberben az a késztetés, az az energia, az az erő, az a felsőbb sugárzás, ami átveszek, és azt mondom, hogy ezt nekem meg kell írni. Ha nincs ez meg, akkor nem feltétlenül jó az író. Másképp mondom, hogy ettől tízig tartó skálán. Ha én egy hármas író vagyok, akkor fel tudok fejlődni mondjuk egy kurzus okán ötösre. Ha tízes vagyok, akkor nincs hova fejlődnöm. De mondjuk egyes íróból, ha hármas leszek a kurzus hatására, akkor minek? Tehát ennek nincs értelme szerintem. Biztos lehet vele valamit nyerni, előnyt olyan értelemben mindenképp, hogy tapasztalat, esetleg a kiadók másképp állnak az emberhez. Tehát biztos van előnye, de írás technikailag, hozzáértés szempontból nem. Beszéltünk itt a kutatásról, tehát ugye a könyvek alapvetően hosszúak, így néztem, hogy ilyen 500, 600, 700 oldalas, hát hogyha az Akkont és a templomos lovagot nézzük, az együtt egy olyan 1000 oldal, hogy mennyi kutatás szükséges van ehhez? Van az 1200 is, igen. Aha, jó, akkor egy keveset is tippeltem. Valami 2,5 millió leütés volt ez a két könyv, én ezt egybeírtam meg gyakorlatilag, mert 2003-ban nekem volt egy ismeretlen eredetű betegségem. Most már tudjuk, hogy hisztamin intolerancia, egyszerű étel intolerancia, akkor senki nem tudta, tehát azt se tudták, hogy mi az, hogy hisztamin, még néha ma se. És azóta, hogy már ezt tudom és kezelem, így nincsen bajom. Akkor viszont 40 fokos lázzal éltem, és akkor mondta a feleségem, hogy hát, miért nem írod meg most a regényedet, mert ott van bennem. Ott motoszkált ennek az esélye, hogy meg kéne írni, meg kéne születnie, úgy feszített belülről, és akkor mondom, tényleg, és elkezdtem írni, de nem siettem, mert egyáltalán nem volt az, hogy ezt valaha valaki kiadja, nekem ez egy terápia volt, hogy kilábaljak a belső nyomoromból, és tulajdonképpen így született meg a templomos lovag és az Akkon ostroma. Hát egy olyan jó 9 év kellett hozzá, végig kutattam, hála Istennek pont akkor mindig akkor jött ki valami új történelmi témájú szakkönyv, vagy bármi, amire szükségem volt, amikor éppen arra szükségem volt. Tehát akkor jelentek meg magyarul. Nem is az, hogy én akkor találtam rá, nem volt addig, max külföldön valahol, akárhol. És akkor egyszer csak hopp, na, pont erre volt szükségem, ott vagyok a könyvesboltban, a könyvtárban, hú, ezt megveszem. És itt szépen kiforta magát a regény, hát volt olyan, hogy át kellett emiatt írni, mert olyan információk voltak benne, amit előtte nem is tudtam, vagy hiába kerestem, mert éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem találtam nyomát. És akkor ugye 900. oldalon valami kiderült, hogy vissza kell nyújnom a 300-ra és átírni mindent, tehát volt ilyen is. Már nem így csinálnám. Nem így szoktam hozzáállni az íráshoz, tehát akkoriban tapasztalatlan íróként ez kicsit hosszadalmasabb folyamat volt. De ilyenkor van egy lektor, akiben bélesítek, a végén megnézeti a könyvet, aki a történetben nagyon otthon van abban a korszakban, és mondjuk azt mondja, hogy hát ez nem is így volt, hogy ezt át kéne írni. Nekem, ha nem volt így, az első regényemnél nem volt is, Tossek Balázs adta ki a templomos lovagrend reguláját, ez egy pici zsebkönyv, és nekem még ez, akkor még ki se volt adva, amikor írtam a regény, de hát ugye azért a lovagrendnek, amiről írok, legalább a reguláját ismerni kéne, hogy milyen szabályzatuk volt, és ha jól emlékszem, ezt tőle kértem el személyesen, és a kéziratot küldte el nekem, hát számítógépes fájlba persze természetesen, és utána aztán meg is jelent ez a könyv, akkor már meg is vettem,
Tehát ez volt az első olyan komoly munka, de egyébként az arab szerzőknek ugyanígy abból az időszakból, arról az ostromról, amiről én írtam, mindent, amit lehetett, beszereztem, a muszlim hitről, hogy imádkoznak, hogy gondolkoznak, nem tudom hány könyvet olvastam el. Az eretnek regényemhez, az Inquisitorhoz, ott valami 60, akárhánynál hagytam abba a számolást, de ebbe szakmunkáktól kezdve még egy-két regény is benne volt, de például olyan is, hogy a földkemencéknek a fejlődése, hogy honnan indult, és most már cserépkája és egyebek. Tehát, hogy abban az időben, hogy tehát mindenre szüksége van egy írónak, még olyanokra is, hogy a lószerszám milyen lehetett. Ezek közül nem minden kerül ugye bele a regénybe, mert nem lehet az olvasót ezzel megfojtani, ezzel a sok információval, viszont a szerzőnek érdemes tudnia, hogy ne írjon hülyeséget. És mi a helyzet a templomosokkal? Mert ugye nagyon, ez a téma nagyon vonza Bélát, mint írót, és hát ugye meg azt veszem észre, hogy most azért manapság egyre többen érdeklődnek, egyre forrongóbb ez a téma, hogy a templomosok érdeklik az olvasókat. A másik oldala meg, ami eszembe jut, hogy az összeesküvés elméletekhez is nagyon kapcsolják a templomosokat. Hogy mi a helyzet a templomosok kincsével, ennek a misztikus oldalával. Ugye ott is volt egy hermeneutikai alkimista hagyomány a könyvbe is, és hát ugye tudtommal a templomosok között is voltak ilyen misztikus vonalak, hogy miért esett Bélának a választása rájuk, vagy ez már gyerekkorban is megvolt esetleg? Ez gyerekkorban is megvolt egyébként, tehát mindenfélét olvastam, de például az ősiségünk kapcsán is soha nem úgy jártam hozzá, hogy mi lehet, vagy mi az igaz. Én mindent elolvasok, és akkor leszűröm magamba, és amit igaznak gondolok, arról írok. A templomos lovagok, ugye, alkimia, hermetika, ezek erősen naptiszteleti vallások. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ősmagyarságnak is megvolt ez a tűztisztelet, naptisztelet, ezek mind keletről jönnek, és gyakorlatilag a jézusi kereszténységnek is ez az alapja. Ezt nem lehet eltagadni, hogy sokkal, sokkal régebbi dolgok ezek, mint ahogy egy mai ember gondolná, és ahonnan a templomosok jönnek Dél-Franciaországból, Occitánia területéről, ami még akkor nem volt Franciaország része, csak abban az időben csatolták, szintén egy keresztes háború alkalmával a nagy Franciaországhoz, és hát azon a vidéken is ez a naptisztelet ez komolyan megvolt. Tehát itt a katar eretnekség, az albigens eretnekség néven is ismert eretnekség, tehát ezeknek mind a naptisztelet volt az eredője, de gyakorlatilag Jézus szavaiban is ugyanúgy ott van ez. Tehát az Új Szövetség, Ószövetségnek ez az érezhető, nem egymásnak megfeleltethetősége, ez mind ennek az eredője. Tehát komolyan ott volt a naptisztelet, és a templomosok ugyanúgy ugye fehér ruhába jártak, mint a pálos szerzeteseink is fehér ruhába, fehér csuhába. Ennek mind megvolt az oka, amiről most időhiányában szerintem nem is kell beszélnünk. Jogos, igen, igen. De a hermetika, az alkímia, az pedig mindebből ered. Tehát mind az ősi eretnek szekták is, és a napkultusz. Eretnek szekták, nem mondhatjuk ugye mai fejjel a római katolikus szemmel, igen, de hát akkoriban ugye az inkvizíciós keményen égergette azt, aki másképp gondolkozott. De akkor mondhatjuk, hogy az ősvallás tükröződik gyakorlatilag. Olyan ősvallás, ami egyetemes ősvallás. Tehát nem néphez kötött, nem intézményesített valláshoz, hanem valami sokkal ősibb hithez, mert ugye a vallás az a hitnek az intézményesített verziója, és amikor intézményesítik a hitet, akkor kezdődnek mindig a problémák, és abból jönnek a háborúk. És ugye, ha már történelmi regény, akkor nem csak a templomosokkal foglalkozott Béla, hanem ugye a Hősök tere című kiadvány a történelmet képregényes formában tárgyalja, és itt is az egyik fontos fejezetet Béla írta a második Andrással kapcsolatban. Mennyire volt más élmény is, új tapasztalat egy képregényt írni, tehát egy történelmi képregényt, mondjuk egy hagyományos könyvet? Hát, teljesen más. A kutatás része persze ugyanott van, hát viszonylag abban a korban, mondom így, hogy járatos voltam, mint író, és nem történész természetesen. A Hősök terét azt a Képes Krónikák kiadó két oszlopos tagja, Németh Levente grafikus és Mészáros János szerkesztő hozta össze, ők kerestek meg engem is, és több írót rajtam kívül, és igyekeztek
a ma élő ismert, legnevesebb képregény grafikusokat összeboronálni, tehát a legfőbb célja a kiadványnak ez volt, hogy legyen egy olyan album, ami a magyarságról szól, és a mai magyar képregényt be lehet ezen keresztül mutatni. Olyan sztár képregény rajzoló, mint Futaki Attila, aki sajnos nemrég elhunyt, fiatal grafikus volt, leginkább a francia piacra dolgozott, de ott van az én alkotópárom Farkas Lajos, akivel a második Andrásról szóló részt csináltuk, és rengeteg más képregény rajzoló is részt vett ebben, és ugye itt azért Hősök tere, mert hogy, mint ahogy Budapesten a Hősök teren ott vannak a hőseink, itt is megpróbáltuk egy csoportba összefogni, és ilyen kis szemelvényeket, gyakorlatilag ez egy képregény antológia, és bemutatni a nagy alakjainkat, a nagy tetteket, már amennyire ezt így lehet így 1000 évre visszamenőleg, és egy történészt is felkértünk hozzá, Katona Csabát, aki minden egyes epizódhoz írt egy ilyen kis bevezető 2,5 oldalas részt, hogy az olvasó képben legyen arról, hogy a következő képregény miről fog szólni. Na most itt Második Andrásról engem a keresztes hadjárata megalkotására kértek fel, mert hát ugye a keresztes háborúkat velem azonosították az alkotók, hogy akkor mi lenne, hogyha ezt a részt én írnám meg. És annyiból más, hogy itt gyakorlatilag forgatókönyvet kell írni, ami képi megjelenésű. Tehát nem kell rizsáznom azon, hogy megy le a nap, meg egyebek, majd azt majd megcsinálja a grafikus, a színező, az az ő dolguk. Tehát én gyakorlatilag forgatókönyvet írok hozzá, és innentől kezdve minden más a grafikusnak a feladata, ő a rendező, az operatőr, a minden, ami csak kell hozzá. Tehát ő állítja be a képeket, hogy fog megjelenni, és nekem annyi volt a feladatom, hogy elképzelem, hogy mondjuk jön egy sereg a völgybe, ő lerajzolja. A mondatokat is leginkább tőmondatokba kell ilyenkor megalkotni, hogy beférjen a buborékba. Összhangban a képpel, hogy a kép és a szöveg az egyszerre adja meg azt az információt az olvasónak, amire szüksége van, tehát hogy átjöjjön neki a történet. Úgyhogy teljesen más hozzáállást jelent, más hozzáállást igényel egy ilyen munka, mint egy regény, ahol tényleg az, hogy elereszti magát az ember, és akkor írok, és írok, és írok, és jaj, de jó érzés az olvasónak meg szintén. Ott ön a filmrendező az írásban, igen. Itt viszont átkerül ez a staféta tulajdonképpen a képregény rajzolójához. Igen, igen. Igen, mert hogy ők ugye azért teljesen más szemmel néznek. Itt, hogyha a leghíresebb képregényeket, most mondok egy például, hogy a 300, ugye a film az is képregényből volt, ott annyira sajátos maga a képregény, annyira komoly képanyaga van a beállítások, hogy a filmverziót egy az egybe átültették a képregényt a filmre, tehát még a kamera is pont úgy van beállítva, mint a képkockán a képregényen, amit látunk, meg teljesen ugyanaz a Frank Miller egy kicsit átgyúrta a maga vizuális ízlése és történet elbeszélésére a 300-at, ugye a spártai hősöknek a sztoriát, és ez a filmbe is ezt tűzik akkor ezek szerint. Igen. És ehhez képest mekkora ugrás volt a fiataloknak írni egy ifjúsági regényt, a Torony titkait? Azt egy kicsit hamarabb írtam meg, mint a képregényt, most meg nem mondom hány, egy-két évvel, mert a képregényt egyébként nagyon régebben kezdtük el, akkor jött aztán be a Covid, akkor parkolópályára került, mint akkoriban, minden nehéz volt összehozni. A Torony titka egy picivel hamarabb jelent meg, más az is, annyiból, hogy megtalálni azt a hangot, amikor a gyereket, a ifjú olvasót nem hülyének nézi az ember, hanem megpróbálok úgy írni, hogy ő azt át tudja venni, azt a szereplőknek az identitását, a személyiségét, és nem pedig lealacsonyodva lehajolni hozzá, hogy tessék, én vagyok az író bácsi. Ez egy partneri munka. Összekacsintást igen, létrehozni a gyerekkel. Igen, mert hogyha egy pillanatra is azt érzi az olvasó, hogy az író lealacsonyodik hozzá, akkor már dobja félre. Ez megölte a műfajt. Emlékszem rá gyerekkoromból, hogy én is így voltam, hogy abban a pillanatban, hogy éreztem, hogy itt a felnőtt íróbácsi vagy írónéni, ha hozzám, mint gyerekhez akar beszélni, ott meghalt az egész, és nem olvastam tovább. De hogyha
Hát inkább ezért olvastam akkor is felőtt a történelmi regényeket. Ez megmagyarázza. Igen. Szóval, nem, milyen nem érdekes, tudom, hogy Tolkiennél például nem történelmi regény, csak hogy már belegondolok, hogy hogy kell egy gyermekeknek egy sztorit elbeszélni, ott ilyen játékosság van szerintem, ami közelebb hozza. Legalábbis a Gyűrűk urának az elején. Igen. Gyerekekhez. Volt ilyen azért a Torony titkaiba is? A Torony titka az... Én azt hittem, hogy könnyebben fog menni, de pont azért, hogy megtalálni ezt a hangot, hát előtte elolvastam nem is tudom hány gyerekregényt, ifjúsági regényt, néztem azt, hogy 8 éveseknek milyen stílusba kéne írni, 12, 16, a 16-ot már ne is soroljuk ide, azt hiszem 8 pluszos az én regényem, ha jól emlékszem, ez a kategória lett, ebbe lett besorolva, és sokkal tovább tartott, hát így is megírtam gyakorlatilag 3 hónap alatt, tehát azért nem olyan, mint amikor egy komoly regényt, amiben aztán tényleg mindent belesűrít az ember információkat, itt sokkal szellősebbre kell hagyni, és gyakorlatilag a történet az, és ez a felnőtt regényekre is igaz, a felnőtt olvasóknak szám történelmi, vagy bármilyen regényre, hogy a történet az, ami magával kell, hogy ragadja az olvasót, és az összes többi az csak körítés. Nyilván egy történelmi regény esetében a körítés az nagyon fontos, mert hogyha azt mondom, hogy egy mai regényt akarok visszavetíteni a mai témát a középkorba, az nem feltétlenül szerencsés. Tehát ott úgy kell megírni, hogy az érezhetően középkori téma legyen, középkori gondolkodásmódot tükrözzön. A gyerekek esetében ez nem feltétlenül így van, ha nem tudja magát beleélni, belehelyezni abba a történetbe, abba a közegbe, azoknak a szereplőknek a problémáiba, akkor nem tudja magáévá tenni azt, amit én át akarok neki adni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez lelassította akkor a munkámat. Remélem, hogy lesz folytatása. Lekopogom. De egyelőre hát rengeteg mindennel próbálkozok, amit szeretnék még megvalósítani. És egyébként mi volt a legimponáló kritika, amit kapott, vagy vélemény, ami ilyen biztatás és pozitív volt, és mi volt a legszigorúbb, a legkeményebb vélemény így a könyveiről? Van ez a moly.hu oldal, ahol az olvasók pontozzák a könyveket. Hát ott elég sok pozitív kritikát kapok, van azért ott negatív is egy-kettő, általában akkor, amikor az olvasó nem találja meg azt, amit keres a könyvbe. Ugyanis ugye a regénynek két aspektusa van, az egyik az író, a másik az olvasó. Nem feltétlenül az van, hogy egy író jó vagy rossz, mert ugyanígy számít az, hogy az olvasó jó vagy rossz, és itt ezt úgy gondolom, hogy ha én úgy ülök le egy történelmi regényhez, hogy olvasok egy jó krimit, akkor nem biztos, hogy az a történelmi regény az, amit nekem olvasni kéne. Voltak ilyen megjegyzések is, hogy az olvasó nem arra számított, mint amit kapott és csalódott, de többségében a regényem ilyen 90% körüli értékeléssel mozognak. Például az Inquisitor, nem is tudom már, talán 20 értékelésnél járt, amikor még mindig 100-as értékelése volt, és akkor most lecsökkent talán 96-ra, nem tudom hány értékelést követően. De volt például olyan is, hogy Gyulán kint ültünk egy étteremnek a teraszán, és egy járókelő leszólított, hogy elnézést, ne haragudjak már, ugye én Trux Béla vagyok, igen. és akkor dedikáltam neki egy könyvet. Ez is előfordul. De mi volt a legsúlyosabb eset, amikor... A legsúlyosabb? Hát kaptam már ilyeneket, mondjuk nem pont a moly.hu-n, hogy hát egy kis borsodi írócska, ilyennekkel is megtaláltak. Akkor ugye lehet nagyon szőrözni az olyanokkal, hogy úgy történt-e, ahogy az író írja. Hát én nem tudom, de az illető tudja. De az ilyen hagyományápolók esetleg? Amikor a részletekbe belemegy valaki, mert ő éppen ahhoz ért, hogy milyen volt akkoriban a kés, meg a karnak a formája, én meg nem azt írtam le, akkor azon nagyon fel tudják egyesek magukat húzni. Umberto Eco-nak volt ilyen esete, nem tudom, melyik könyvének az utószavában olvastam, hogy írta, hogy XY téma volt, regény, és ugye a puska, az írt neki egy olvasója, hogy abban az időben a puska még nem úgy nézett ki, mert az csak 3 évvel később rendszeresítették, és hogy hülyeséget írt. És ennek a 3 évnek mi a jelentősége? Igen, mi a jelentősége? Gyakorlatilag a regénye nem kérhető számon egy történelmi munkának a pontossága, a regénynek más a feladata, szórakoztatni kell, és hogyha az olvasót megragadom, és
érdeklődni kezd az adott történelmi korszak, király, háború, bármi iránt, akkor már nyertünk. És igen, hogyha én valakit a keresztes háborúknak a szeretetére vagy érdeklődésére irányítok, és utána ő már elmegy, és azt mondom, hogy egy hagyományőrzőnél, egy történésznél keres további információkat, akkor már nyertünk valamit. És ha már történelmi regény jött, történelem és a fikció viszonya a könyvekben általában elég izgalmas, tehát hogy mennyire lehet íróként elszakadni a történelemtől, mennyire lehet olyan szálakat behozni, ami egy kicsit úgy szabadabban kezeli a történelem. A történelemhoz az érdemes ugye ragaszkodni, tehát amiről biztosan tudjuk, hogy úgy történt, azt nyilván nem szabad másképp átírni. Ez alól talán az ősiségünk, a magyarok ősisége olyan szempontból kivétel, hogy amikor a történészek is önre mennek, hogy az úgy volt, vagy nem úgy volt, vagy az egyik történész megtudja, hogy ha abban az szakmunkában az a másik is részt vesz, akkor én abban nem írok, mert hogy van ilyen is, mert teljesen ellentétes véleményen vannak, akkor nem biztos, hogy a történelmi regényírónak ezzel olyan értelemben foglalkoznia kell, hogy választok egy verziót, és abból írok. És onnantól kezdve a regényembe ahhoz ragaszkodok, még akkor is, hogyha közben kiderítik, hogy nem pont úgy volt. De például a templomos lovagnál volt olyan, hogy olvastam más regénybe, külföldi regénybe, hogy a templomos lovag kijár a rendházból, és akkor van neki szeretője, stb. Volt ez a templomosok sorozat is, azt hiszem 2 évadot élt igen, meg. Igen. Azt hiszem, hogy HBO volt talán most csak. Nem tudom, igen, lehet. És ott is a főhős talán pont a francia királylányával szült, a feleségével szült össze a levet. A rendházban ott vannak. Egy mai katona se tud kijönni a kaszányából akkor, amikor akar, mert templomos lovag abban az időben még annyira se jöhetett ki. Gyakorlatilag ők szerzetesek voltak, szerzetesi regula szabályzat szerint éltek, az egész életük be volt osztva óráról órára, hogy mikor, milyen zsolozsmák között lovakkal kell foglalkozni, hadgyakorlatozni kell, fegyver gyakorlatokat, mindenféle katonai kiképzésen kell részt venniük, tehát egyszerűen nincs esélye arra, hogy ő csajozzom. Ráadásul, hogyha kimegy a rendházból, akkor párosával kellett kimenniük, ez is benne van a regulában. Pont azért, hogyha az egyik esetleg elcsábulna, akkor a másik az hátra majd visszahúzza. Nem lehetett saját vagyonuk, tehát a rend a történelem során irgalmatlan vagyonra tett szert mindenféle adományok révén. Kivéve a templomosok egyszerű gyermekeit, igen, akik nem részesültek ebből a vagyonból. Igen, tehát ők, mint lovag, vagy mint rendtag, nem feltétlenül lovag, ő neki egy fikarsznyi vagyona nem lehetett. Tehát, hogyha egy útszéli sikátorba egy megkéselt templomost találtak, és volt a zsebében mondjuk pénz, akkor azt a rend kivetette magából, nem foglalkoztak vele, nem temették el. Tehát az, hogy a regényemnek a szereplőit mozgathassam egy olyan történetben, amit én szeretnék, hogy ők ott, tehát mondjuk úgy, hogy izgalmas legyen a regény, ne csak az, hogy ők ott zsolozsmáznak, meg ilyenek, akkor úgy kell kihoznom a rendházból, hogy valamivel dramaturgiailag meg kell oldanom, hogy ő miért van ott, ahova kerül, és ahova én vezetem őt. De például egy másik példa, itt mondtam az előbb, az elején, hogy kiderült 900 oldalnál, hogy 300. oldalra vissza kell nyomni, mert nem pont igen. Úgy volt. Ez szintén a templomos lovakban volt. Mindenhol azt lehetett olvasni, hogy egy keresztes sereget a velencei hajók elhoztak Akkonba, ilyen utánpótlás céllal, és hát én úgy gondoltam, és a Dózse fia vezette a hajóhadat, és én úgy gondoltam, hogy a Dózse fia ott maradt, és úgy egyszer-kétszer úgy megszólaltattam az akkoni tanácsba, amikor szervezkednek, meg tanácskoznak, és akkor kiderült, hogy nem volt ott. Tehát ő kirakta a csőcseléket, és vissza is húzott haza, mert őt ez az egész nem érdekelte. És van egy ilyen film is, hogy a férfi, aki ott sem volt. És gondolkoztam, hogy ezt hogy oldja meg, és akkor végül az lett, hogy igen, ő hazament, és átírtam a nevét, és onnantól kezdve mindig odaírtam, hogy nekem meghagyta a Dózse fia, hogy a nevében járjak el, és tökár ugyanazt csináltam, mint amit korábban megírtam, egyszerűen nem lehetett átírni, vagy nem akartam azzal foglalkozni, hogy több szemét. Magát a szemét kell kozmetikázni igen, egy kicsit, igen, hogy hasonló legyen. Úgy oldottam meg. De egy másik példa itt a hitelességre, hogy
Volt akkor ostroma, 1291-ben történt, ez a Szentföldnek a tengeri kapuja volt gyakorlatilag, oda jöttek a hajók, egy ilyen kikötőváros volt, egy ilyen 30-40 ezres lélekszámú kikötőváros, ami abban a viszonylatban egy nagy város volt, viszont a kikötője nagyon picike volt, és maga a történet, a templomos lovag és az akkon ostroma regények arról szólnak, hogy az egyiptomi szultán ezt a várost megtámadja, ostrom alá veszi, és krónikaírók leírták, hogy körbevettek minket a szultán seregei, és utána nem történt semmi, egy hétig. Voltak teóriák, az egyik azt írta, az egyik krónikás, hogy ki akartak minket éheztetni. De most mivel ez egy kikötőváros, és az egész tengert a velenceiek, a genovaiak, meg a keresztes hajók uralták abban az időben, hát kiéheztetésről nehezen lehetne szó. Tehát oda-vissza jártak a hajók folyamatosan, még az ostrom során is hozták a menekülteket, vitték a menekülteket, utánpótlást, élelmet hozták, mindent, tehát ez nem állja meg a helyét. A másik azt írta, hogy a létszámbeli fölényükkel akartak minket elrettenteni, ugyanis többszöröse volt a támadóknak a serege, mint a védőké. Nem tudom, hányféle teória volt, és akkor az egyik arab szerző leírta, Abu al-Fida, aki maga is ott volt 16 évesen ezen az ostromon, ő leírta a memoárjába, hogy megérkeztünk, felállítottuk a sátrakat, felállítottuk az ostromgépeket, de amíg a szultán nem érkezett meg, addig nem volt szabad támadni. Mert a szultán még tett egy kanyart, és a fél háremét lerakta a Damaszkuszba, és úgy jött az ostromra, és addig egyszer nem volt szabad támadni, ez volt az egésznek a kulcsa, úgyhogy több különböző krónikás leírta azt, hogy ők mit gondoltak, az arab pedig megmondta az igazat. Tehát innen is látszik, hogy minden nézőpont kérdése. Ilyenkor a regényíró vagy választ egyet, vagy mint én, le is írtam ezeket, hogy hát biztos ki akarnak minket éheztetni. Hát biztos el akarnak minket rettenteni. De az arab oldalt is bemutatom a regénybe, ahonnan meg látta az olvasó, hogy hát nem szabad támadni, mert még nincs itt a szultán. Tehát több szemszögből mutatta meg. Igen. És egyébként ez felvett több izgalmas kérdést, hogy az író milyen aspektusból mutat be egy történést. Tehát az jutott itt eszembe, hogy volt már ilyen, hogy két szereplő találkozik, és máshogy viselkedtek a találkozásukon, mint hogy Béla eredetileg azt elképzelte íróként? Volt bizony, és ilyenkor nem akkor van a baj, amikor a képzelt karakterek, az általam kitalált karakterek, hanem amikor a történelem által jegyzett karakterek találkoznak, vagy nekik kell valamit csinálniuk. Teszem azt, a krónikában le van írva az, hogy ő ilyen és olyan tetteket hajtott végre. Én felállítok egy személyiséget, amihez ugye ragaszkodom íróként, hogy azt a személyiséget viszem végig, ami ennek őt én leírtam. És mégis van egy olyan tette, ami egyszerűen ellenkezik azzal, mint amit gondolnánk arról a királyról, hadvezérről, bárkiről. És olyankor íróként én ahhoz szoktam folyamodni, hogy olyan közeget teremtek, olyan esemény láncolatot, ami miatt neki mégis úgy kell döntenie, ahogy egyébként döntött is, csak nem értjük, hogy miért úgy döntött, amikor eddig nem úgy viselkedett, vagy nem úgy gondolkozott. Oldalakon keresztül fel kell vezetni azt a bizonyos halálesetet, hogy az olvasó is átérezze, hogy nekem is fáj, és fájjon neki is, hiszen hát, hogyha szeretjük ezt a... Ha én szeretem, feltételezem, hogy az olvasó is, tehát ez gyakori, nagyjából mindig így van, tehát azért az író is érzi, hogy kit fognak szeretni az olvasók, ez vissza is jön, általában megerősítést nyer. Tehát, hogyha ha valakit nagyon szeretek, nagyon ragaszkodok hozzá, akkor elhúzom egy kicsit, és szentimentálisra veszem a halálát, ugyanígy a gonosz negatív karaktereknél pedig elhúzom a halálát, hogy fájjon neki. És itt a záró kérdésem még az lenne, hogy vannak olyan inspiráló dolgok, amik ráhangolják az írásra, mert azért nem mindig lehet gondolom leülni a számítógép elő a billentyűzethezés írni, tehát van olyan, ami mondjuk egy csata jelenetre ráhangolja, vagy egy idő után, amikor az ember már sokat írt, akkor hogy mondjam, nem azt mondom, hogy profizmussá válik, tehát akkor már nem okoz gondot az, hogy leüljek és írjak. Tehát kezdőíróként sokkal gyakoribb az, hogy bele kell zördülni, nagyobb rákészülés. Én is úgy jöttem, amikor írtam az első regényemet, amikor már
annyi szálon futott a sztori, akkor egyszerűen egy órát azzal töltöttem, hogy visszaolvastam, felvettem a ritmust, felvettem a fonalat. Ma úgy van, hogy leülök és írok. De egyébként, hogy konkrétan is válaszoljak a kérdésre, van olyan, hogy megnézek egy filmet előtte, mondjuk, hogyha tudom, hogy egy csata jelenet lesz, akkor mondjuk Mennyei Királyságot, említettük itt a 300-at, 300-nak a zenéje is olyan, hogy az ember meghallja, és akkor pezseg a vére, legalábbis én úgy vagyok vele. Hát egy Ben Hurt gondolom. Igen, tehát ilyenkor az van, hogy nem annyira könyvből, mint film és zenei anyagból szoktam hangulatot, inspirációt meríteni. Lorina McKennitt-nek a zenéjét például nagyon szeretem. A 300-nak a soundtrackjét szoktam hallgatni, vagy megnézem a filmet, vagy megnézem a Mennyei Királyságot, tehát általában film és zene. És Béla, mit üzenne azoknak az íróknak, akik kacérkodnak még csak az ötletével, hogy írnak egy jó történelmi regényt, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy belevágjanak? Kezdjék el, és csinálják, mert anélkül nem fog menni, tehát minél tovább húzza az ember, annál nehezebb. Le kell egyszerűen ülni, el kell kezdeni, ülünk le és nem írunk, akkor nem fog születni belőle semmi sem. Köszönöm szépen a beszélgetést, Béla. Én és hát minél több sikeres történelmi könyvet kívánok így a folytatásban. Köszönöm.